Hát ezt most csak így imitálják. Nagyon nem jönnek, valahol itt majd megállnak a fiúk. Ennyi van a kettát, van egy sérül, van valaki a járműben, ége az autó, jármű alatt. Az állományát behívja. A tűzoltásra kijelölt állomány. Egy sugár és egy segédsugárvezető. Ők légzőkészülékben hajtják végre az oltást. Telnek, térdelnek. Térdelnek. Azaz, nyomjátok. A valóságban természet ennél gyorsabb. De így szerelve egy klasszikus hegesztő apparát, csak kisebb méretben. Addig, amíg ők ezt meg nem oldották, addig a műszakmentés nem kezdődhet. A közvetlen életveszély miatt. Most már megkezdik mind a kajármű műszaki mentését. A mentés végző vagy mentési irányító parancsnok határozza meg a mentési sorrendet. A kint lévő orvossal egyeztetnek, hogy ki van, kit kell először ellátni, kit kell, milyen sorrendben, milyen mentési irányba menteni. Ugye az egyik sérültünk, mint mondtam, gyakorlatilag a mellkasával tartja az egész járművet, tehát őt mindenképpen kiemelni minél hamarabb. Az emelést egy úgynevezett Vetter párnával hajtják végre. Felemelik az autót. Magas nyomású, sűrített levegős palackból kiengedett levegő mozgási és emelési energiáját használják. Ez a palack egyébként a légzőkészülékek a palackja is egyben. Tehát minden fecskendő megtalálható. Oda készítettük a bordot is, ugye ez a bordák. Erre szoktás a sérülteket kihúzni. Megemelték a járművet, azoknak vannak, a másik oldalon is nem látják. Ráhúzták a sérültet a bordot. És ilyenkor a mentőszolgálatot át szoktuk adni, és ők hajtják végre az ellátást, illetve a sérültet, és úgy rakják rá újból a hordára, vagy a lapát hordára, vagy bármilyen hordára, ami ott van. Ebben az esetben meg is történt, a fiúk kiemelték, és a mentőket át fogják adni. Hol nem volt? Volt egyszer egy bár. A bárban érdekélt, király.